Jó napot kívánok, kedves nézők! Az elmúlt héten arról vitáztak legtöbbet, hogy a bejegyzett családi gazdaságuk számára január 1-től kötelező lesz-e a könyvelés vagy sem. A kedélyek megnyugtatása érdekében a pénzügyminisztérium közölte. A bejegyzett gazdaságok választhatnak, hogy akarnak-e könyvelést vezetni vagy sem. Egyesek ezzel lezártnak tekintik az ügyet, mások viszont, mint az majd Óbecsei riportunkból is kitűnik, igyekeznek felkészülni a személyi jövedelemadó törvény változásaira. A barázdában foglalkozunk még a cukorrépa betakarítási idény eredményeivel, beszámolunk az újvidéki zöldségtermesztési konferencián hallottakról, és a felsőhegyi konyhakertészekkel elbeszélgetünk a gazdasági évről. Legelőször is agrárhíreinket tekinthetik meg. A héten végérvényesen megszületett az a megállapodás az arab emírségekkel, minek eredményeként Szerbia mezőgazdasága már a jövő év elején 200 millió dolláros hitelhez juthat. Ezt Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter mondta pénteken Újvidéken, ahol részt vett a Vajdasági Tejtermelők Központi Társulásának évi közgyűlésén. Az összeg felét öntözőrendszerek beszerzésére, másik felét pedig különféle indokolt, szintén mezőgazdasági jellegű projektumok pénzelésére fordítják. Mint hallottuk, a hitelfeltételek rendkívül kedvezőek, a kamatláb legfeljebb 3, esetenként pedig nem egészen 2%-os lesz, méghozzá 3 éves türelmi idővel. Realizácia projekta će početi odmah po pristizanju novca za početku građevinske sezone. A beruházások kezdete a tavaszra, illetve az építkezési idény elejére várható, amikorra a megbeszélések szerint megérkezik a pénz. Először Vajdaság és Mácsva lesz soron, ahol már kész projektumok vannak, és utána következik Szerbia déli és központi része, ahol még nem készült el minden számításba vehető befektetési terv. Ami még szintén fontos, hogy a kis, közepes és nagy gazdaságok egyaránt részesülnek az arab emírségektől kapott összegből. Az agrártárca vezetője bejelentette azt is, hogy a jövő évi agrárbüdzsé 45 milliárd dinár lesz, ami 2%-kal nagyobb az ideinél, és ennek 93%-át a pénzügyi támogatásokra meg beruházásokra fordítják, és csupán 7%-át szánják a mezőgazdasági minisztérium költségeire. Glamočić külön kihangsúlyozta, hogy a bejegyzett gazdaságok túlnyomó része megkapta az idei évre járó pénzügyi támogatásokat, és a hátralevő rész elszámolása meg kifizetése is folyamatban van. Mint megjegyezte, a továbbiakban az eddigi hektáronként járó szubvenció helyett inkább az alapanyagok, elsősorban a műtrágya meg a minőségi vetőmag beszerzését, továbbá a jószágtenyésztést és a jónak ígérkező beruházásokat szándékozzák pénzelni. Tudva levőleg ettől várható leginkább a mezőgazdasági termelés fejlesztése, ugyanakkor a versenyképesség növelése is. A Vajdasági Fejlesztési Alap hosszú távú és kedvező kamatú hitelekre írt ki pályázatot. 250 millió dinár alapösszegű a mezőgazdaság fejlesztésére szánt hitelkeret. Az élelmiszerfeldolgozás fejlesztésére pedig 150 millió dinárt hiteleznek. A pályázat részleteiről a képernyőn látható honlapon és telefonszámokon lehet érdeklődni. Az újvidéki terménytőzsde forgalma ezen a héten jelentősen megcsapant. A múlt hetinek alig érte el a 20%-át. Csupán 2 terménnyel, kukoricával meg búzával kereskedtek, s amíg a búza ára stabil, a kukoricáé kissé csökkent. A hét elején 17 dinárt adtak érte, utána meg csupán 16 dinár 20 parát. A búza ára nem igen változott, 21 meg 21 dinár 20 para között ingadozott. Ez 0,5%-os áremelkedés jelent, mégis egy kicsivel olcsóbb, mint a budapesti értéktőzsdén, ahol a héten több mint 0,5%-kal emelkedett az ára, és tonnája elérte a 181 eurót. A kukorica viszont 0,3%-kal drágult, ezzel szemben a párizsi tőzsdén enyhén csökkent, mind a búza, mind a kukorica ára. A chicagói tőzsdén a búza ára 2,5%-kal csökkent, míg a kukoricáé közel 1,5%-kal nőtt. Angol Bizon motorolaj.
Az Ubecsei Földműves Szövetkezetben nagy érdeklődés kísérte azt az előadást, amely arról szólt, hogy január 1-től a kisföldművesek számára is kötelező lesz a könyvelő alkalmazása. Hogy milyen megterhelésekkel jár ez, ezt jártuk körül az Ubecsén készült riportban. A földművesek körében vegyes érzelmeket váltott ki a bejelentés, mely szerint január 1-től minden bejegyzett gazdaságnak a könyvvitel alapján kell adóznia. A jövőre vállalkozói státuszba kerülő gazdák nem is igen tudják, hogy milyen feladat vár rájuk. Ez a legnagyobb probléma, hogy abszolút nem vagyunk fölkészítve a kormány részéről, vagy a mezőgazdasági minisztérium részéről se. No most ahogy is hívják, hogy könyvelést kell vezetni. Jó, megcsináljuk mink azt. De lássunk már például egy könyvet, adókönyvet, vagy a földnek a könyvét, amit majd kell, hogy vezessünk, tehát hogy milyen operációkat, mit használunk azon a földterületén, de még a mai napig személy szerint egyetlen egy példányt nem láttam. És úgy van, hogy hónap után például már el kell kezdenem vezetni. Ezt nem tartom helyesnek, hogy miért kell kisgazdaságokba, amelyik 17-20, vagy esetleg 25 holdig dolgozik, miért szükséges, hogy még terheljék egy magasabb költségekkel, mert az fölösleges, nem, nekünk annyi jövedelmünk nincs, hogy azt kibírjuk fizetni. Tehát, ha már egyszer kifizettük azt az alapot, amikor mondjuk rá tegyük azt, hogy én nyugdíjas ember vagyok, és földműveléssel dolgozok, amióta nyugdíjas vagyok, akkor most még fizessem a nyugdíj alapot is még egyszer, még a tetejében még könyvelést is fizessek, akkor mi marad nekem? Fizettem normálisan az adót, amennyi kell, ha azt mondták százalékot, akkor százalékot fizetek. A csőzbért fizetem, a járulékot, a községi járulékot, mindent, mennyit fizessünk akkor még? Végeredményben. Hát így megy tovább. Mi lesz ebből az országból? Egy része az országnak kapitalista rész, egy 10%, meg 90% koldús ország. Ez jó lesz. Az Ubecsei Földműves Szövetkezetben Péter Gusztáv közgazdász államnyelven ismertette az alkalmazásra kerülő törvény lényegesebb elemeit. Elmondta, hogy a módosított jövedelmi adótörvény május 30-án lépett életbe, és előírja, hogy január 1-től minden bejegyzett gazdaság vállalkozói státusba kerül. A gazdáknak nem szükséges vállalkozásukat cégjegyzékbe vétetni. Elegendő, ha az államkincstárban regisztrálnak. Az adóhivatal, mint vállalkozókat fogja majd őket kezelni és megadóztatni. Malopre smo rekli da je brisana mogućnost paušalca za poljoprivrednike. Előzőleg említettem, hogy a törvényből kitörölték azt a lehetőséget, hogy általányadót fizessen a bejegyzett család gazdaság vezetőjéből vállalkozóvá váló földműves, tehát csak a jövedelem utáni megadóztatás marad érvényben. A jövedelmet viszont könyveléssel lehet kimutatni. Jelenleg úgy tűnik, hogy az általányadózást nem engedélyezik, de mégis nagy a valószínűsége, hogy meghagyják, mert december hónap arra van szentelve, hogy kikristályosodjanak a dolgok, és hogy az adóigazgatóság változtasson állásfoglalásán. De erre csak is akkor lesz hajlandó, ha a terepről, az ilyen összejövetelekről, a földművesek civil szervezeteinek és egyesületeinek tanácskozásairól írott formában pontos javaslatokat küldenek a községi adóhivataloknak, amelyek azt továbbítják a köztársasági igazgatóságnak. A javaslatok elemzése után az adóigazgatóság valószínűleg változtatni fog jelenlegi merev álláspontján. Na most, hogy mennek majd ezek az előadások, és a civil szervezetéknek a záradékainak a beadása a mezőgazdasági minisztérium felé. Na most itt várható esetleg egy olyan döntéshozatal, hogy vagy el lesz ez egy fél évre, vagy egy évre prolongírozva, tehát elhalasztva, vagy valami újabb záradékokat hoznak, hogy valamivel majd könnyítenek rajtunk. Az általányadót fizető vállalkozónak nem kötelező könyvelést vezetnie, vagy könyvelőt alkalmaznia.
A dokumentációt illetően egyedüli feladata, hogy áruértékesítés esetén nyilvántartásba vegye a kimenő szállító levelet, az értékesítést igazoló papírokat, és azt beírja a KPO könyvbe, vagyis a kereskedelmi kimutatások könyvébe. Számára ez kötelező. Bejegyzi az áruforgalom napját, jellegét és összegét. A bejövő számlákról az esetleges támogatások elnyerése érdekében visel gondot. Amikor áruforgalmának értéke eléri a 6 millió dinárt, akkor elmegy az adóhivatalba és bejelenti, hogy másnaptól már könyvviteli státusú lesz. Tehát 6 millió dinár értékű forgalom felett az általányban adózott jövedelem utáni adózónak tekinti az adóhivatal. A következő lépcsőfok az, amikor a könyvelősök forgalma eléri a 8 millió dinárt, mert akkor kötelezően be kell lépniük az úgynevezett áfa rendszerbe. Akkor ne bude paušálnak státusa. Ha az általányadós lehetőséget mégsem állítják vissza, akkor a 8 millió dinárnyi forgalom alatti könyvelősöknek nem lesz kötelező belépni az áfa rendszerbe, míg a 8 millió dinárnál nagyobb forgalmat megvalósítóknak kötelező lesz. A könyvelésről még annyit, hogy az a vállalkozó, aki tudja, miként kell ezt végezni, az önmaga vagy majd valamelyik családtagja is elkönyvelheti kiadásait és bevételeit. Ha viszont nem tudja, akkor kénytelen lesz szerződéses alapon könyvelőt alkalmazni. A földműves vállalkozónak a számlákról gondot kell viselnie, vagy 5 napon belül átadnia a könyvelőjének. Évvégén a könyvvitel alapján megállapítják a jövedelmét, és annak függvényében az adóhivatal meghatározza a jövedéki adónagyságát, valamint az egészségügyi és a nyugdíjbiztosítási járulék arányát. Ha csak lehet, akkor a paušált választom, de ha muszáj lesz, akkor megyek a könyvelésbe, az egyoldalú könyvelésbe, ha lehet úgy, két oldalút azt nem fogom választani semmiféleképp, mert a PDV-ben nem vagyok benne, meg nem is fogok benne lenni, mert közepes termelő vagyok, úgyhogy én annak nem láttam értelmét, hogy belemenjek a PDV-be, meg két oldalú könyvelést vezessek. Hogyha nem kell hozzá certifikát, egyedül is el tudja az ember ezt, el tud benne boldogulni, akkor úgy gondolom, hogy lehet ezt a fajta könyvelést is vezetni. Habár az előadó az adótörvény módosításainak gyakorlati alkalmazásait is ismertette, mégsem sikerült az összes egyéni esetre választ adnia. Ugyanakkor említésre méltó, hogy olyan módosítási javaslatok hangzottak el, amelyek a kistermelők megterhelésén enyhítene. Lenne egy számítás szerint egy olyan kategória is, amit megpróbálunk javasolni a minisztériumnak, az pedig ugyanúgy, mint a mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatásba, tehát a munkás foglalkoztatásba, ha van egy minimális fizetés, azt, hogy mikor átszámítottuk az idei évre terület és hozam és az ár viszonyokat figyelembe véve, az egy 20 hektáros területnek felelne meg. Tehát 20 hektárig egy ilyen minimális jövedelemnek kellene elkönyvelni, és ottan tényleg az adókat ahhoz kellene, meg a járulékokat ahhoz kellene kiszámítani. Ahogy kiszámítottuk, a 20 hektár föld hozhatna olyan 390 ezer dinár jövedelmet, amit a jelen pillanatban érvényben lévő törvény szerint, cikkelyek szerint, tehát mikor lebontsuk a jövedelemadó, a betegbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás kötelező fizetése maradhat körülbelül olyan 180-190 ezer dinár az egy személyre, vagy ha 4 tagú család, hát akkor a 4 tagú családnak a fenntartásához. Az előadás résztvevői még néhány ponttal kiegészítették a már meglévő módosítási ajánlatokat annak reményében, hogy a pénzügyminisztériumban a javaslataiknak megfelelően módosítják a törvényt. Ennek nagy a valószínűsége, mert a pénzügyminiszter a parlamentben kijelentette, hogy a földműveseknek nem lesz kötelező érvényű a könyvitel. Viszont sajtóközleményében már az olvasható, hogy csak azok a nem bejegyzett gazdaságok mentesülnek a könyvitel alól, amelyek nem kerülnek vállalkozói státusba. A riportban nem szóltunk a földadó és egyéb adótételek várható változásáról, amelyek újabb terheket rónak majd a földművesekre. Remélhetőleg a pénzügyminisztérium a hónap végéig pontosítja, hogy jövő évtől ki miként adózhat.
Az entai cukorgyárban kedd reggelre befejeződött a feldolgozási idény. Elégedetten nyugtázzák, hogy a hosszúra nyúlt ősz jóvoltából az összes megtermelt cukorrépát sikerült beszállítaniuk az üzembe. A 97 napos kampány során rekordmennyiségű cukrot állítottak elő az üzemben. Ez a 14 méteres magasságú, 17 ezer tonna kristálycukorból épített tömb csak a töredéke az idei termésnek. Ebbe az évbe mondhatjuk azt, hogy egy sikeres kampányt zártunk. A feldolgozott répa mennyisége az 880 ezer tonna répát meghaladta, az előállított cukor pedig 107 ezer tonna lesz, úgyhogy azt is mondhatjuk, hogy ezzel gyakorlatilag a zentai cukorgyár egy új rekordot állított föl, mert ekkora mennyiségű cukrot még soha nem állítottunk elő. A kezdeti fekete rothadással fertőzött szállítmányok kivételével kiváló minőségű 16% körüli cukortartalmú répa érkezett a gyárba. A hozamok is kimagaslóak voltak, sok esetben a hektáronkénti 80-90 tonnát is meghaladták. Anyagi szempontból sajnos ez ugye egy olyan szabály, hogy soha nincsen minden feltétel adott és nem ideális. Ami az idén nekünk nagy problémát okoz, az a cukor eladása. Ugye a gazdasági krízis következtében elmondhatjuk azt, hogy mindenfelé a cukorfogyasztás esett, tehát Szerbiában is és a környező országokban is, valamint Szerbiában gyakorlatilag egy többlettermelést várunk, mert nem csak nálunk van ez a rekordtermelés, hanem a másik cukorgyárakban is, tehát Szerbia területén lesz egy bizonyos túltermelési mennyiség, és ennek következtében az árak azok folyamatosan ilyen eső tendenciát mutatnak. Reméljük azt, hogy ez nem lesz egy olyan folyamat, ami esetleg komolyabb következményekkel jár. Mivel az idén a cukorrépa volt a legjövedelmezőbb szántóföldi haszonnövény, a földművesek nagy érdeklődést tanúsítanak a szerződéskötés iránt. Ezen az sem változtat, hogy a 2014-es évre bejelentett 4 dinár 30 parás kilónkénti cukorrépa ár valamivel alacsonyabb a jelenleginél. A répatermelők elégedettek, és ez meghozta a termelési kedvet is, úgyhogy ami azelőtti években nem volt, mi december első napjaiban több mint 5000 hektár leszerződött répánk van, ami nem igazán volt gyakorlat az előző években. Úgy értékeljük, hogy nagyobb lesz az érdeklődés a répa termelés iránt, mint amit gyakorlatilag a gyárak majd képesek lesznek elfogadni. A zentai Teto cukorgyárban jövőre is a szokásos 13,500 hektáron szándékozzák megszervezni a termelést. Az üzem a tavalyi év folyamán egy új projektumot indított el, amelynek célja az öntözött répaparcellák területének a növelése. A cukorgyár biztosít egy finanszírozási keretet bankon keresztül, ami természetesen kedvező feltételek mellett. A cukorgyár a vállal garanciát a répatermelőknek, hogy a részére, hogy ezt a hitelt visszafizetik. Gyakorlatilag úgy történik, hogy a répa átadása után a cukorgyár kifizeti a répatermelőknek az esedékes banktörlesztési rátáját. A tavaly megkezdett projektum segítségével eddig 35 cukorrépatermesztő vásárolt szivattyút, öntözőcsöveket, vízágyút és egyéb öntözéshez szükséges felszerelést. Szerbia kivitelében jelentős helyet foglalnak el a friss és feldolgozott zöldségfélék. A legintenzívebb növénytermesztési ágazat azonban számos problémával szembesül. Hiányoznak a fejlesztés célzó állami támogatások, a kertészek pedig értékesítési gondokkal küzdenek. A helyzetről a Vajdasági Zöldségtermesztők Egyesületének újvidéki összejövetelén és a Felsőhegyi Földműves Egyesületben érdeklődtünk. A szerbiai zöldségtermesztők évi 2,5 millió tonna árut állítanak elő, amelynek az értéke megközelíti az 1 milliárd 200 millió eurót. Az összeg 20%-a a falvakban marad, hozzájárulva ezzel a települések fejlődéséhez. Hangzott el a Vajdasági Zöldségtermesztők Egyesületének újvidéken megtartott évzáró szaktanácskozásán.
A zöldségtermesztők az ágazat kiemelt jelentősége miatt nagyobb állami támogatást szorgalmaznak. Indokolta a zöldségtermesztőknek az a követelése, hogy a hajtatásos termesztéssel foglalkozók a növényházak területe alapján négyzetméterenkénti támogatást kapjanak, a szabadtéri termelést folytatók pedig megemelt hektáronkénti juttatásban részesüljenek. Ezen kívül, mivel a zöldségtermesztés egész éven át nagy számú munkást foglalkoztat, azt javasoljuk, hogy az állami földek bérbeadásánál elsőbséget élvezzenek a zöldségtermesztők, különösen a zárt térben termelők, hiszen azokat kell ösztönözni, akik új munkaerőt alkalmaznak, nem pedig azokat, akik elbocsátják az embereket. Termelési szempontból átlagosnak mondható az idei év. Az értékesítés és megfizetetés terén azonban számos nehézséggel kellett megbirkózniuk a kertészeknek. A legfőbb problémák a zárónak a megteremtése, aztán pedig a megfizettetés nagyon nehezen működött az idén, és most legújabban a tegnapi hírek után, hogy minden mezőgazdasági termelő át kell menjen a PDV-be, ez nagyon nagy gondok elé állított bennünket. Azt is beleszámítva, hogy az év elején a falubelieknek, a fiataloknak több mint fele elköltözött külföldre, és így valószínűleg, hogy örökre fölhagytak a kertészettel. Mondhatjuk, ez az év elég ilyen kritikus év volt a zöldségtermesztéssel kapcsolatban, azért, mert az éghajlati tényezők olyanok voltak, hogy egyik végletből a másikba. Ennek legnagyobb áldozata volt a görög dinnye és a sárga dinnye. Ezen kívül valójában ezt megérezte a korai paradicsom termesztés is. Ezáltal megnyúltak a költségek, a dinnyében meg valójában olyan változások belsők történtek, amelyek alaktani minőségi és persze ezáltal hozamcsökkenést jelentett a termelőnek. Úgyhogy ezt az év, valójában mondhatnám azt, hogy nem éppen valami fényesen zárjuk, ami a dinnyeféléket illeti. A káposztánál sajnos ugyanez az eset van, de inkább azt mondanám, hogy a piaci trend olyan, hogy nagyon alacsony áron tudják most a termelők realizálni a végterméket, ami valójában megint oda vezet, hogy kérdés, hogy mennyire fizetődik ki a káposztát termelni. Tehát az az érdekes, hogy valami a piacon is csoda történik, lehet, hogy ez épp azért, mert mind kevesebb és kevesebb pénz van, az emberek mind szegényebbek és szegényebbek, ismerve a gazdasági helyzetet milyen a mi országunkban, ezáltal érezhető az, hogy van áru, de nincs vásárló. Ez most gondot jelent a vetőmag, a termesztők és értékesítők számára is. Meg tudták kifizettetni a kínlevőségeiket, és meg milyennek a megrendelések a jövő évre, minőségi vetőmagból? Hát elég nehézesen tudjuk valójában megfizettetni a termékeinket. Gond van rengeteg, esetleg elhalasztjuk, vagy hosszabb időre valójában kérjük a befizetést a termelőktől. És az, ami jelentkezik, hogy lassan oda jutunk, hogy a termelő már nem vásárol magmennyiségeket olyan értelemben, amelyet mondjuk a mi cégünk kiszerelésben ad. Mondjuk azt példának mondjuk egy 1000 magú valamilyen fajtát, most már a termelő úgy, hogy nem veszek ezzel, inkább 500, de nekem olyan kiszerelésem nincs. A felsőhegyi zöldségtermesztők tapasztalata szerint a legnagyobb gond a piacokon tapasztalható pénztelenség. Míg korábban általában fél kilogramm spenótot vett egy-egy vásárló, mostanában csak 30 dekagramot vásárolnak. Sőt, van, aki mindössze 10 dekát, amit rendesen meg sem lehet mérni. Azt tudom mondani, hogy ami az anyagi vetületét illeti az idei év, az én gazdaságomról beszélve, ez egy családi gazdaság, két család él meg belőle, a fiam és mi idősebbek, és nagyon mondhatni, a mi gazdaságunk csak a megélhetési szintet tudta elérni, szinte megmaradt jövedelem nem is maradt, úgyhogy még meg kell oldanunk a következő évnek a befektetésére, hogy is tudjuk majd megvalósítani, hogy meg tudjuk időben a magokat venni, hogy időben el tudjuk indítani a jövő évi termelést. Mennyire szervezettek és tájékozottak a zöldségtermesztők itt Felsőhegyen? Mennyire tudnak élni a pályázatok lehetőségeivel, költségtérítés, kedvező hitelek a fúliasátorok emeléséhez? Hát mink ilyen célból is az egyesületet, mikor megalapítottunk, ilyen célból is gondoltuk az alapítást.
Tehát olyan módon tudunk segíteni valakinek, hogyha a pályázatok ki vannak írva, de azt a termelőnek saját magának kell késznek lenni arra, és fölkészülni arra, hogy megpályázza azt, és utána ott, tehát vannak ugye visszatérítendő hitelek is, de azokat tehát nem mindenki meri, vagy lássa képesnek arra önmagát, hogy ő azt vissza is tudja, mivel ilyen a piaci lehetőség, tehát akkor fél egyáltalán az ilyenbe belemenni. Vannak most újabban ugye ezek a visszatérítő tehát nem visszatérítendő támogatások, de viszont ide még be kell fektetni, tehát itt a számlákat be kell mutatni, és akkor be kell, hogy legyen fizetve az adó, és kinek milyen módon, és akkor ilyen feltételeknek kell megfelelni, és akkor utána visszakapja azt a bizonyos mennyiségű pénzt, amit ugye megbír pályázni. És mennyit éltek ezekkel a lehetőségekkel a helybeli kertészek? Hát mondom, tehát van, aki élt, de viszont nagyon sokan pont az véget, mert nem képes nyugdíjalapot fizetni, vagy nem a betegbiztosítása nincs úgy rendezve, vagy egyáltalán nem mer belefogni egy újabb befektetésbe, mert nem tudja, hogyha azt, amit most megtermelte, ami jelen pillanatban van termelése, már az nehéz, akkor hogy induljon neki egy újabb, nagyobb beruházásnak, mikor tehát már jelen pillanatban probléma van az eladással. Milyen támogatásukra lenne leginkább szükségük a kertészeknek? Hát a kertészeknek szerintem ez a terület alapú támogatás, ez egy nagyon kedvezőtlen, mert azért kertészkedünk, mert kis területünk van. Akinek nagy területe van, az már nem kertészkedik, mert a kettő nem mehet együtt. Mi kertészek ugye kis területről próbáljuk le ugyanazt a jövedelmet megvalósítani. De itt az a nagy probléma, hogy akinek 100 hektárja van, az megkapja terület alapú támogatását. Nekünk van 2 hektárunk, azon próbálkozunk, arról próbálunk megélni, én 2 hektárra megkapom. De én nekem a 5000 négyzetméter van körülbelül lefedett területünk nekünk. Az azt jelenti, hogy én nekem az 5000 négyzetméternek a megindítás, az újra termelése, most én nem csináltam számadást, de majdnem odaver, mint akinek 50 hektár földet kell, hogy bemunkáljon. Mert ugye az arányok nem egyformák. Az új változásokkal kapcsolatban csak annyit tudok mondani, hogy akik ezt az egész dolgot kiötölték, tehát megfelelő szakemberek, biztosan tanult emberek, nem vitatom én, hogy ők nem akarnak jót. Csak az a legnagyobb probléma, hogy abból a megélhetési lehetőségből, amikből ők gondolkoznak, ha eljönnének ide Felsőhegyre, félholdon vagy egyholdon konyhakerti termelést végezni, akkor biztosan, hogy nem jutna ilyesmi eszükbe. Ugyanis nem a megtermeléssel van a probléma, hanem azzal van a probléma, hogy azt árba hogy tudja a termelő értékesíteni. Voltam Hollandiában, a gyerek kisebb, az ott dolgozik, gyógyszeriparban, de ha én kimegyek ott a piacra, ott olyan az elképzelés, hogy megkérdezi a termelő, a vásárlótól, hogy a kasszagépben most akar készpénzzel, vagy pedig nem kártyával fizetni. Biztos, hogy itt is jó lenne ez, mert a távlat, a végcél ez. De én szerintem el kell jutnunk nekünk addig a pontig, mert mi honnan kezdtük, és a hollandok honnan kezdtik, nem egy-kettő. Addig még nálunk az a legnagyobb probléma, hogy tud az a termelő abból kicsibű megélni. Hogy tud az a munkás abból semmibű megélni, ami most pillanatnyilag neki nincs, mert semmi sincsen, akkor itt nekünk nem az a legfontosabb, én úgy érzem, probléma, hogy akkor most könyvel az a félholdas, vagy nem könyvel az a félholdas. A barázda végén békés adventot kívánok nézőinknek. Jövő vasárnap többek között karácsonyi témákkal is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!